ünneplő karácsonyi ünnepeket idézi következő műsorszámunk. Fogadják szeretettel a 4. osztályosok karácsonyi meséjét. Betanította Csifári Róbert osztályfőnök. Felkészül a 4. B osztály. Egyszer volt, hol nem volt, még az óferenciás tengeren is túl, volt egyszer egy tündér királynő, s annak három lánya, Élike, Lédike és Csergettyű kisasszony. Az ünnep közeledtével a tündér királynő elhatározta lányaival, hogy az erdei állatok segítségével meglepetést készít a Mikulásnak, az erdei piszkáson. Azonban ezt a mesékben megszokhattuk, nem ment olyan egyszerűen. Csendő visszhang, Délike! Ide hozzám! Azonnal induljatok az erdőbe, és nézzetek körül, hogy felkészültek az állatok télapú fogadására. Hamarosan megérhetünk világnál a körútjáról, és azt szeretnék, ha meglátnék őt egy kis ünnepséggel. Parancsodra már repülünk, és felséges tündér királynő. Tündér királynő, tündér királynő! Könyörgöd, drága mamácska, hadd menjek én is velük, már hol árulom magam ebben a fényességes, káprázatos palotában. Szó sem lehet róla, te vagy az a legkisebb tündérlánya, szerelmi természeted miatt mindenkit csak szélész kisasszonynak hív. Annyi fajkosság és rakoncentrosság szúrt beért, hogy még esetleg tökretennék a mi kis ünnepségünket. Nekem most mennem kell, és te is kiekedj a dolgodra. Csak azért is utánuk megyek. Senki sem hívhatja meg. Majd magamra terítem ezt a kopott köpenyeget, így senki sem ismer fel. Egészen kimelegettem ebben a nagy cipelésben, pedig elvesztő a hideg. Mi lenne, ha ezen a tisztáson állítanánk fel a karácsonyfát, hiszen úgyis ez télapú kedvenc pihenőhelye. Bizony, hogy meglepődik majd, mikor hazaér, és itt találja majd az ajándékainkat. Igen ám, de mit is tegyünk a karácsonyfára? Jaj, erről egészen elfeledkeztünk. Törjük a fejünket, így hát eszünkbe jut valami okos gondolat. Rendben, törjük. Ne úgy, gondolkodj ez ott! Ja. Nini, Süli, Bordi és Tapsüfüles, végre megvagytok. Ugrott Berget, ajátunk, még végre látunk, találtunk. De mi baj van? Látom, hogy nagy gondban vagytok. Bizony, nagy gondban vagytok, nagy gondban vagytok. Tudod, kedves tündér, a szomszéd fenyvesbe ide cipeltük ezt a fenyőfát, mert ez télapú kedvenc pihenőhelye. De és fel szeretnék díszíteni számára, de sajnos egyáltalán nem tudjuk, hogy mit is tegyünk a karácsonyfára. Na látjátok, pontosan ezért küldött ide minket a tündér királynő, hogy a segítségetekre legyünk. Egy varázsige kéne. Úgy bizony, egy jó kis varázsige segítségével minden gondunk megoldódik. Hófihelyés aranycsillag, ezüst dió színes szalag, díszítse fel a fenyőfánkat, flit, frat, mivel szeretnék a hiányoknak a fa alól. Úgy van, úgy van, én már szeretnék is érte. Várj, mi is megyünk. Mivel így zárjanunk sebesen, és értesítjük a tündér királynőt, hogy az ünnepség
itt a másikot. Kezdődjön akkor az ünnepség. Szüli, Huszi és Kutyusz, adjátok át az ajándékot.